A dági röplabdasport több mint 70 éves múltra tekint vissza, és az Esztergom közelében található kis település nevelő műhelye a hagyományokra építve manapság is felveszi a versenyt a legjobbakkal. A fiú szakákban tavasszal a község két együttese is szerepelt a korosztályos országos döntőkben. Dágon a röplabda az 50-es évektől működik, egy testnevelő tanár nevéhez fűződik, őt úgy hívják, hogy Oszuska Miklós. Ő teremtette meg itt a faluban a röplabdázást. Azóta szinte mindenki röplabdázik a faluban. Oszuska Miklósnak a fia, Oszuska Zoltán, aki a 90-es évektől már indított csapatot az MB2-ben, és a 2000-es évek elején feljutottak a legmagasabb osztályba, és ott szerepeltek. Körülbelül olyan 14-15 évig volt Dágon első osztályú csapat, 2016-ban viszont ez megszűnt. Az utánpótlás nevelés viszont töretlen maradt, és a mai napig mondhatjuk, hogy egy komoly utánpótlás bázist teremtettünk meg. 9 korosztályos csapatot indítunk a különböző korosztályos bajnokságokban. Ennek a nagy része fiú, viszont most már negyedik éve indítunk kislányokat is, úgyhogy a lányoknál 4 utánpótlás korosztályban indítunk csapatot. Több mint 100 igazolt versenyzőnk van, akik itt röplabdáznak Dágon. Elsődleges célunk az, hogy mivel újra van NB1-es felnőtt csapat itt Dágon, hogy az utánpótlás tehetségeket sikerüljön majd beépíteni a felnőtt csapatba is. Egyelőre, ha jól tudom, 3 olyan játékos van, aki még az utánpótlásban is meghatározó szerepet játszik, illetve a felnőttben is már néha kap szerepet. Az a célunk hosszú távon, hogy sikerüljön beépíteni ezeket a játékosokat is a felnőtt csapatba. A dági fiataloknak magától értetődő, hogy a sportolni kezdenének, a röplabdát választják. 2011 óta röplabdázom, azaz már több mint 10 éve, és az általános iskolás tesi tanárom miatt kezdtem el röplabdázni, hiszen ő ezzel foglalkozott, amikor én oda kerültem az iskolába. Azért szeretem meg, mert nagyon különlegesnek találom, és mindig a csapatsportokat szerettem, és hát így, hogy itt, ebben a kis faluban, ahol én élek, itt ez a lehetőség megadódott, így nem volt más választás. És hát nem is bántam meg. 5 éve kezdtem ezt a sportot, igazából első osztályban ismerkedtem meg vele, utána volt egy nagyobb kihagyásom, egy 3 év körülbelül, és utána kezdtem el újra vele foglalkozni komolyabban. Megismerkedés az iskolában a tesi tanárunk tartotta még akkor a röplabdát. Toborzott végül is minket, hogy járjunk minél többen edzésre, mert nem volt csapatunk se. Elkezdtem, aztán elment a motivációm tőle, és pár évvel később ösztönöztek a barátok, hogy jöjjek vissza, és így sikerült nekik, visszajöttem, és azóta. Attól a legkülönlegesebb csapat vagyunk szerintem mi, hogy ez egy kisebb falu, kisebb lehetőségekkel, mint mondjuk a nagyobb városok, például Kecskemét, Kaposvár, vagy pesti csapatok, és mégis föl tudunk hozzájuk nőni, és nagyon szoros meccseket játszunk velük, és néha meg is verjük őket. Közeli ismerősök vagyunk, barátok. Ha jön valaki, befogadjuk, nem közösítjük ki a szurkolók, szülők, és nagyon sokat segítenek nekünk, meg hogy biztatjuk egymást, az itt nagyon sokat segít. Csapataik rendre országos döntők résztvevői az utánpótlás bajnokságokban. Legutóbb az U15-ösök között a negyedik, míg az U17-esek mezőnyében az 5. helyen végeztek, miközben játékosaik a korosztályos válogatottakban is szerepelnek. És hogy miben rejlik a dágiak eredményességének titka? A munka, mint mindig, sokat edzünk, sokat foglalkozunk a gyerekekkel. Nagyon örülünk annak, hogy a komoly utánpótlás nevelő klubokat meg tudjuk szorongatni, de még nagyobbak a vágyaink, és szeretnénk az összes utánpótlás korosztályban döntős csapatot kinevelni. Most is több utánpótlás korosztályos válogatott játékosunk van, Pongó Zalán, Molnár Tamás, de reméljük, hogy még az idei szezonban még több fiatalt meghívnak a korosztályos válogatottakban.
nincsen titok. Itt az egyesületnek az a mentalitása, hogy mi nem szeretnénk a gyerekeket túlhajtani, tehát itt az a fő szempont, hogy szeressenek mozogni, szeressenek röplabdázni, ugyanis sajnos a toborzásaink során olyan problémákba ütközünk, hogy rengeteg gyerek, hogyha megkérdezzük, hogy mit sportol, rengetegen nem sportolnak. Nyilván ez köszönhető a pandémiás helyzetnek is, illetve az egyéb videójátékoknak, stb. Itt Dágon azt tudni kell, hogy hetente 3 edzés van a fiúknak, és rengeteg játékkal, nyilván erősítéssel, taktikai elemekkel is, viszont mindig az a cél, hogy az adott ellenfél ellen helytálljunk, és lelkes, lendületes játékkal szórakoztassuk a közönséget. A szurkolókat úgy gondolom, hogy nagyon fontos megemlíteni és kiemelni, hiszen fergeteges hangulatot, az országban egyedülálló hangulatot teremtenek a felnőtt mérkőzéseken, és nyilván az utánpótlás játékosok is nézik és szurkolnak, és az az álmuk, hogy ők is egyszer a pályára kerülhessenek egy ilyen hangulatú mérkőzésen.